mondja már el, hogy miért itt botladozik az autók között? Mert kódolok. Ilyesmény. És azért kell ideállni az autók közé? És ha elüti magát egy autó? Nem fognak már. Ilyesmény. A Katona József gimnáziumnál koldulók az autók között kéregetnek a közlekedőktől. Ez nagyon balesetveszélyes, és nagyon elítélem, mert az autósokat is, és önmagát is veszélyezteti. Előfordul, hogy ittas állapotban botladoznak a járművek között. Azt mondják egyébként, hogy van, amikor sajnos nem vagy józan, és így botoltálsz az autók között, ez igaz? Elmondásuk szerint hajléktalanok, akik a hideg ellen védekeznek az itallal. Én hajléktalan vagyok. Itt a bátyám. Kezem, megmutatom kezemet is, jó? Nézze meg ezt is. Mutatom másokat, jó? Teljesen ideig vagyok ízve. Senki nem segít rajtunk, egy szeretkét nem ad. Kötelesen vagyunk az úton, kéregetni. Ezek a pont 100 ezer, vagyok a börtönbe. Akik közterületen vagy nyilvános helyen leszólítják a járókelőket, vagy házról házra járnak pénzt kéregetni, szabálysértést követnek el. A Kecskeméti rendőrkapitányság már több ízben is szabálysértési feljelentéseket tett az úttesten koldulók ellen. Viszont csak akkor vehetnék őket őrizetbe, ha a cselekményt a törvény elzárással sújtható szabálysértésnek tekinteni. A bírságokat 5000 forintonként lehet egy nap elzárásra átváltoztatni. 1-től 8 napig terjedő elzárásról van itt szó, hogyha 40 ezer forintból indulunk ki. Egyébként a jogszabály, a törvény 50 ezer forintig terjedő pénzbírság kiszabását teszi lehetővé, ismételt elkövetés esetén ez 70 ezer forint lehet, vagyis összesen 14 nap elzárás lenne elméletileg maximálisan kiszabható. Csak ebben az évben 178 koldulással kapcsolatos ügy került a bíróságra, azonban a kiszabott bírság behajtása szinte lehetetlen.